Jó estét kívánok! Önök a Hírórában a hírös híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai műsorban. Megtörténtek az intézményi összeköltözések a Kecskeméti Szakképzési Centrumban, nem lesz szükség online oktatásra. Idén csak a főtértől a Hírös Forrás Szökőkútig és a Deák téren helyeznek fel a villanyoszlopokra ünnepi fényeket. 2 év után újra vidrák lehetek otthonra a kecskeméti vadaskertben. Ignác Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója volt a tegnapi kiemelő magazin műsorunk vendége. A főigazgató az intézmény nyílt napjai és pályaorientációs rendezvényének sikeréről is beszélt. A főigazgató beszámolt arról, hogy egy együttműködésnek köszönhetően még szabadabb a diákok útja a felsőoktatás felé. Emellett szóba kerültek az intézmény energiamegtakarítás kapcsán szervezett intézkedései. Több nyílt napot is tartanak a Kecskeméti Szakképzési Centrumban. Emellett egy együttműködésnek köszönhetően még szabadabb a diákok útja a felsőoktatás felé. Tegnap a Kiemelő magazin műsorunkban többek között ezekről kérdeztük Ignác Bencét, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatóját. A főigazgató beszámolt az energiamegtakarítás kapcsán szervezett intézkedésekről is. Azokat, amiket a tervekben megfogalmaztunk, elindultak, tehát megtörténtek az összeköltözések egyes iskolák esetében, illetve órarendbeli, szervezésbeli változások, és úgy látjuk, hogy ez valószínűleg, sőt biztosan meg fogja adni azokat a számokat, azokat az értékeket, amiket elvárnak minden állami intézménytől. Összesen 6 intézményükben történt változás, mint azt korábban elmondtuk, az intézkedések a Szent Györgyi Albert Technikum, a Gáspár András Technikum, a Kadelek Technikum, a Kandó Kálmán Technikum, a Széchenyi István Technikum és a Gróf Károlyi Sándor Technikum mindennapjait érintik. Olyan épületekből kell költözniük az iskoláknak a fűtési szezon idejére, amelyek energiafelhasználása nem túl korszerű. A személyes kontaktus pótolhatatlan a mai világban, mondta el Ignác Bence, ezért nem is terveznek online oktatásra átállni. Ennek megfelelően az előbb említett intézkedéseknek az volt a fő célja, hogy az online, illetve hát a jelenléti oktatással érintve minél hatékonyabbak tudnánk lenni. Tehát egy szóval azt tudom mondani, hogy a jelenleg úgy látom, hogy nem lesz szükség online oktatásra, fent lehet tartani a jelenléti oktatást, és biztosítani tudjuk a felkészülést akár a tanév, akár a vizsgákra is a végzősök esetében. Az összeköltözések során így délelőtti és délutáni oktatásokra kerül sor. Az előzetes számítások alapján a kormány által előírt értékeknek meg tudnak felelni. Felhelyezték a karácsonyi fényeket Kecskemét belvárosának több pontján. A főtéri és a deáktéri fényáradatot november 26-án az első adventi gyertyagyújtáskor fogják felkapcsolni. Daru segítségével helyezték fel ma a karácsonyi fényeket Kecskemét több pontján. Idén a rezsiköltség emelkedése miatt kevesebb helyszínen fognak világítani a díszek. A főtértől egészen a Hírös Forrás Szökőkútig és a Deák téren helyezték fel a villanyoszlopokra a fényeket, amelyek délután 4 órától egészen este 10 óráig üzemelnek majd. Idén a sugárutakat, így a Petőfi Sándor utcát, a Rákóczi utat és a Dobókörutat nem fogják feldíszíteni. A főtéri és a deáktéri fényáradatot november 26-án az első adventi gyertyagyújtáskor fogják felkapcsolni. Előreláthatólag csütörtökön érkezik Hetényegyházáról Kecskemét karácsonyfája. Azonban az idei különleges lesz. Az 5 méteres fenyőt nem kivágják eredeti helyéről, hanem átültetik a városháza előtt található virágos kertek egyikébe. Mostantól tehát élő karácsonyfája lesz városunknak, ugyanis minden évben ezt a bizonyos fenyőt fogják feldíszíteni. Jelenleg a közműveket teszik rendbe a területen, hogy zökkenőmentesen történjen az átültetés, amit speciális módon fognak elvégezni a szakemberek. További részletekről a hét folyamán számolunk be. 2 év után újra vidrák leltek otthonra a kecskeméti vadaskertben. Egy nőstényt és egy hímet hoztak ma délután Gyöngyösről és Jászberényből. Nem titkolt cél, hogy szaporítsák az állatokat, akik ma már be is költöztek új helyükre. Ezekben a faládákban utaztak azok a vidrák, amelyek mostantól a kecskeméti vadaskertben fognak lakni. Ezek az emlősök mindig is nagy kedvencei voltak a vendégeknek, de 2 éve nem láthattuk ezt a fajt az állatkertben.
Ez a projekt már hosszú idő óta előkészítés alatt áll, de nem olyan könnyű beszerezni vidrákat. Viszont a hosszú előkészítő munka után sikerült két helyről is, hiszen azért lényeges, hogy két külön vérvonal, egy fiút és egy lányt hoztunk, hogy természetesen mi is szeretnénk, hogyha lennének kis vidráink. Úgyhogy az egyiket Gyöngyösről hoztuk, az ottani gyöngyösi állatkertből, a másikat pedig Jászberényből. Mind a két vidra 2021-ben született. Ha minden jól megy, akkor tavasszal már szaporodhatnak is. A vadaskert új párja meg volt szeppenve, de ez most így van jól. Azért szoktuk mindig úgy hozni, hogyha két külön egyedet hozunk, azt egyszerre hozzuk, hiszen az új hely az kicsit egy kicsit megilletődöttséget hoz ki belőlük. Nyilván nem jön elő ez a dominancia, hogy én már a őslakó vagyok itt, hanem mind a kettőnek egy új hely, jobban összekovácsolja őket, jobban együtt tudnak összeszokni. A vadaskert eddigi összes vidrájának neve C betűvel kezdődött, mivel csipogó hangot adnak ki. Ezt a hagyományt most is tovább fogják vinni. A héten feltöltik a kinti medencéjüket, és hogyha az állatok is úgy szeretnék, akkor a hétvégén már kiengedik őket a kifutóba, hogy a közönség is megtekinthesse az új jövevényeket. Ma éjfélig van lehetőség leadni a keresztfél éves egyetemi képzésre a jelentkezést. Aki lemarad, ezt követően majd csak a jövő szeptemberben induló képzésekre tud jelentkezni. Fontos információ a leendő hallgatóknak, hogy aki három helynél többet szeretne megjelölni, annak minden extra helyért 2000 forintot kell befizetnie. Ezek a képzések februárban indulnak majd. A felvételi eljárásban elektronikusan lehet jelentkezni az e-felvételi felületén. Ide kell a dokumentumokat feltölteni, amelyeket mind ma éjfélig lehet leadni. A sorrendet később egy alkalommal december 14 és 2023. január 10 között módosíthatják a jelentkezők. Hitelesíteni az ügyfélkapu rendszerén keresztül lehet elektronikus aláírással, vagy postai úton november 20-áig. Szerdán újra élő víz. A KTV vallási magazinjának újabb adása holnap este 20 órakor várja a nézőket. Szerda este újra érdekes adással jelentkezik az Élővíz című vallási magazin a Kecskeméti Televízióban. A műsorban Bruder Gergő kecskeméti baptista lelkipásztor avatja be a nézőt abba, hogyan vett 180 fokos fordulatot az ő élete, amikor Istennel találkozott. Elmeséli, hogyan mentette meg őt a gondviselés, hogyan szabadult a börtönből és állt Isten szolgálatába. Az egyik zárkatársam mondta, hogy menjek el vele Isten tiszteletre. Ketten voltunk egy zárkában, és mondta, hogy jókat beszélnek, szívmelenget, amit mondanak, jók a zenék is, meg amúgy se ketten, amikor ott egy pár négyzetméteren. És akkor elmentem, és arról beszéltek ott az elítéltek, hogy megváltozott az ő életük. A műsorban bemutatjuk a kecskeméti pünkösdi gyülekezet Betlen utcában épülő új imaházát is. Szerdi Szilárd lelkipásztor és Göde Ferenc építész mesélnek a nagyszabású projektről. Jóisten kegyelméből 21 éve kezdtünk egy gyülekezetet plántálni, és ez a gyülekezet, ez a közösség folyamatosan növekedett, mind létszámában, mind tevékenységeiben. És évek óta kerestünk már egy olyan helyszínt, ahol tudnánk tovább növekedni, tovább terjedni, hogy ne bérleményben tudjuk megoldani szűkösen a feladatainkat, hanem legyen egy tágabb helyszínünk, és így találtunk erre az épületre. A kecskeméti főplébánia még októberben zarándoklatot szervezett Szentföldre dr. Finta József atya vezetésével. A hazaérkezéskor stábunk várta a csapatot. Színes, élménydús beszámolót mutatunk a zarándoklatról szerda este 20 órakor a Kecskeméti Televízióban. Zsana külterületén egy lengyel honosságú személygépkocsi eddig tisztázatlanokból farakásnak ütközött tegnap este. A rendőrök a járműben és annak közvetlen közelében összesen 15 külföldit találtak, köztük egy moldovai embercsempészt. Ez az autó haladt Kiskunhalas irányából Szeged felé, amikor a sűrű ködben egy balkonyarban letért az útról és egy farakásba csapódott. A helyszínre 11 mentőautó érkezett Kiskunhalasról, Jánoshalmáról, Kiskunmajsáról, Kiskörösről és Bácsalmásról, illetve Csongrád-Csanád megyéből. Három tűzoltó egység is részt vett a mentésben, akik feszítővágóval szabadították ki a bennragadt utasokat. Hatan súlyosan, 9 könnyebben sérültek. Az autóban utazó 14 illegális bevándorló, szír állampolgár
polgárnak vallotta magát, viszont személyazonosságukat és hazánkban való érvényes tartózkodásukat nem tudták igazolni. Azokat az utasokat, akik nem sérültek meg, a meghallgatásuk után visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A sérülteket Kiskunhalason, Szegeden és Kecskeméten látják el. Miközben zajlott a mentés, egy osztrák rendszámú autót állítottak meg a rendőrök, amelyben, mint kiderült, egy embercsempész és 3 migráns utazott. 2 személyautó frontálisan ütközött össze ma délelőtt az 52-es számú főúton Kecskemét térségében. Bár az egyik jármű az árokban kötött ki, senki sem sérült meg a balesetben. Frontálisan ütközött össze 2 személyautó ma délelőtt az 52-es számú főúton Kecskemét közelében. Az egyik jármű az úton, a másik az árokban állt meg. A 2 autóban egy-egy ember utazott, szerencsére senki sem sérült meg. A kecskeméti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, az anyagi káros karambolban egy 3. jármű is érintett volt, melynek az oldala sérült meg. Vasárnap este megtartották a Filharmónia Magyarország Kodálybérlet sorozatának 2. előadását Kecskeméten. A Beethoven nyitánnyal kezdődő hangverseny szólistája ezúttal Susan Bartal, Párizsban élő magyar származású zongoraművész volt, aki hollókői Huba karmester felkérésére lépett fel a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarral közösen. Programján ezúttal egy virtuóz versenymű, Camille Saint-Saëns, G-moll zongora versenye szerepelt. A sodró lendületű előadás nagy tetszéssel fogadta a közönség. A hangverseny 2. felében Schubert befejezetlen szimfóniáját, majd egy különleges dél-amerikai dallamokból építkező darabot hallhatott a közönség. Mio, francia zeneszerző, Ökör a háztetőn című darabját őszinte örömmel játszotta a zenekar is, és jókedvűen fogadta a közönség is. Az est karmestere, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közelmúltban kinevezett új művészeti vezetője, Hollókői Huba volt. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer, röviden. Megtörténtek az intézményi összeköltözések a Kecskeméti Szakképzési Centrumban, nem lesz szükség online oktatásra. Ignác Bence főigazgató a tegnapi kiemelőben a nyílt napokról és a pályaorientációs rendezvényük sikeréről is beszámolt. Idén csak a főtértől a Híres Forrás Szökőkútig és a Deák téren helyeznek fel a villanyoszlopokra ünnepi fényeket. A díszkivilágítást november 26-án az első adventi gyertyagyújtáskor fogják felkapcsolni. 2 év után újra vidrák leltek otthonra a Kecskeméti Vadaskertben. A közönség akár már most hétvégén láthatja a jövevényeket a kifutóban. A KTV Vallási magazinjának újabb adása holnap este 8 órakor várja a nézőket. A műsorban a kecskeméti pünkösdi gyülekezet Betlen körúton épülő új imaházát is bemutatják. Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban összeállítást láthatnak a Magyar Balneológiai Egyesület hétvégi konferenciájáról és az ország egyik kincséről, a gyógyvízről. Ezt követően Hamzáné lakó Judit és Nagyné Seres Mária lesz stúdiónk vendége. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 50 perckor, 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán a köd és réteg felhőzet zsugorodik, kisebb körzetekben lehetnek napos időszakok is. A nap első felében a szitálás mellett helyenként fordul elő eső, zápor. A szelet időnként élénk lökések kísérik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
Csütörtökön vékonyodik, többfelé felszakadozik a felhőzet, majd délutántól egy meleg front felhőzete érkezik hazánk felé, reggelig szorványosan fordul elő eső, zápor, napközben számottevő csapadék már nem valószínű. Éjszaka 0 és plusz 7, nappal 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, a nap első felében helyenként, második felében több helyen lehet eső, zápor. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 6 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 11 fok között valószínű.